Hol le anyó? Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya. Az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az édes lánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt a hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, egyre font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából. Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fakadt, hazaszaladt a mostohájához, és elpanaszolta neki, mi történt. Az meg ahelyett, hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott. Ha beejtetted, szedd is ki belőle. Szegény lány visszament a kúthoz, nem tudta, mit évő legyen. Félelmében végül is az orsó után ugrott. Elvesztette az eszméletét, és amikor aztán magához tért, egy szép napfényes, virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt, egyszer csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, a kenyerek azt kiabálták. Húzd ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte őket a lapáttal, aztán tovább ment. Ment, mendegélt, míg egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta. Rázd meg, minden almám megérett már. A lány megrázta a fát, csak úgy hullott a sok alma, mint a zápor. Addig rázta, míg az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és tovább indult. Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskált ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt és el akart szaladni. Az öreg asszony azonban utána kiáltott. Ne félj tőlem, kedves lányom, maradj nálam. Ha minden munkát rendesen elvégzel a háznál, jó sorod lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párnámat, hagyd szálljon a pihe, olyankor hó hullik fönn a világban. Én vagyok Holle anyó. Az öregasszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is összeszedte a bátorságát, ráállt a dologra és beszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve szerint, az ágyát is mindig jól fölrázta, csak úgy szálltak a pihék, akár a hópelyhek. De jó dolga volt ám az öregnél. Soha egy rossz szót sem hallott, s ehelyett annyit ehetett, amennyi csak jól esett neki. Evett is eleinte jó étvágyjal, hanem aztán valahogy ízét vesztette a falat a szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, hogy mi leli, hanem utóbb, amikor már jó ideje szolgált Holle anyónál, ráeszmélt, hogy haza kívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon, mégiscsak mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi házban. Végül aztán már nem bírta tovább, odaállt szépen Holle anyó elé, és azt mondta neki. Elfogta a szívemet a honvágy, nem maradhatok tovább nálad. Tudom, százszor jobb sorom van itt, mégis azt mondja a szívem, vissza kell mennem az enyémhez. Tetszik nekem, hogy hazavágyol, felelte az öreg. Ebből is látszik, hogy derék, hűséges teremtés vagy. És amiért olyan becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba. Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette. Innét most már mehetsz magad is, mondta. Ez a kapu egyenesen a falutok határába nyílik. A kapu kitárult, és abban a pillanatban, ahogy a lány átlépett rajta, sűrű aranyeső hullott rá a magasból, és az arany mind ott ragadt a ruháján, fény lett, csillogott az egész lány tetőtől talpig. Ez a fizetség a szorgalmadért, kiáltotta Holle anyó a kapunát, és még a kútba esett orsóját is kidobta utána. A két kapuszárny dördülve becsukódott, s lám a lány, amint körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem messze az anyja házától.
gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarba, a kút káváljáról meglátta a kakas, és nagyot rikkantott. Kukurikú, mi történt? Aranyos lányunk hazatért. A lány bement a házba, és mert talpig arany borította, az anyja is meg a testvére is szívesen fogadták. Ő meg elmesélte, mi történt vele. Mikor mostohája meghallotta, hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, nagyon szerette volna, ha csúnya lusta lányának is ilyen szerencséje akad. Kiküld tehát fonni a kúthoz. A lány megbedugta a kezét a tüskebokorba, összeszuratta az ujját a tövisekkel, bevérezte az orsót, bedobta a kútba és utána ugrott. Ő is a szép mezőn tért magához, azon az ösvényen indult el, amelyiken a másik lány járt. Amint a kemencéhez ért, kiabálni kezdtek a kenyerek. Húzd ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. De a lustalány azt felelte. Hogy is ne, hogy összepiszkoljam magamat. Azzal tovább ment, csak hamar az almafához ért. Rázd meg, minden almám megérett már, kiáltotta az almafa. Hogy is ne, hogy a fejemre esik egy alma, felelte a lány és tovább ment. Odaért Holle anyóházához, de egy cseppet sem ijedt meg az öregtől, mert már tudta, hogy milyen nagy foga van, és tüstént elszegődött hozzá. Az első nap erőt vett magán, szorgoskodott, és ha Holle anyó mondott neki valamit, rögtön megtette, mert egyre csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog. A második napon azonban már lustálkodott egy kicsit, a harmadikon meg már alig akart fölkelni reggel. Holle anyó ágyát sem úgy vetette meg, ahogy kellett volna, nem rázta föl a dunnát, hogy a pihék szétszálljanak belőle. Az öreg végül is ráunt, és kiadta az útját. A lusta lány cseppet sem búsult rajta, hogy a dolog így fordult. Most jön majd az aranyeső, gondolta magában. Holle anyó őt is a kapuhoz vezette, hanem amikor a lány kilépett rajta, arany helyett egy jókora üst szurok zúdult a nyakába. Ez a fizetség a szolgálatodért, mondta Holle anyó, és becsukta a kaput. A lusta lány hazament, tetőtől talpig szurkos volt, és amikor a kakas meglátta a kút kávájáról, nagyot rikkantott. Kukurikú, mi történt? Szurkos lányunk hazatért. A szurok pedig rajta maradt. Élete végéig.